internetes keresőóriás részvényeként $40 fizet a cégért, ami 60%-os prémiumot jelent a pénteki záróárfolyamhoz. A tranzakció értéke meghaladja $12 millió a hírek. A híre a mobilgyártó részvényei jelentősen drágultak, a mobilgyártói estek. Egyébként határozottan javult a hangulat a piacokon, a másnagyobb pénteki amerikai adat és a másnagy kisebb vízes és a japán gazdaságban még mindig rendületet ad a tőzsdéknek. A svájci frank árfolyamának gyengítéséről szóló hírek miatt nagyon gyengült a frank az euróval, így a forinttal szemben is. Az euró 272 forintot ér, a dollár pedig 188 forint 80 fillérrel áll. Az utóbbi hátterében az el, hogy óriási gyengülés folyamatosan gyengül a dollár az euróval szemben, hogy lassul a feszültség a piacokon. 1.44.01 az euró dollár ebben a pillanatban. A vezető New York-i tőzsdeindexek 0,5% vagy azt meghaladó pontba kerültek a hitásból nagyjából. Ekkor előttelen a vezető az európai tőzsdék a box kiemelkedően teljesít. A budapesti értéktőzsde részvényének 4,2%-os pluszban ebben a pillanatban. Mindegyik vezető részvényük a pozitív oldalon el. Az OTP és a MOL tárgya, a bankpapírok 5,2%-os, a MOL 7,6%-os pluszban van.
iránytű az üzleti világban. Köszöntöm a hallgatókat, Kicsi Györgyök vagyok. Egy hét után újra elmerülünk a munkavilágában, már is mondom a mai témáinkat. Hiába dönt napról napra újabb csúcsot a svájci nap, nem nőtt meg jelentősen azoknak a száma, akik svájci munka lehetőségek iránt érdeklődnének. Ez mondta a Gazdasági Rádiónak az Eurés állás közvetítő rendszer szakértője. Ma egy frankért csöppen 50 forinttal lehet többet kapni, mint egy hónapja. A megjelenési költségek azonban az alpesi országban sem érségű, ezt érdemes figyelembe venni annak, akik kint vállalkozók. Aztán idén az első fél évben végre megfordult a korábbi trend, a gazdasági válság óta emelkedő munkanélküliség csökkenésbe váltott át. Ez a szezonális foglalkoztatásnak és a viszonylag kedvező konjunkturális hatásnak is köszönhető. De meddig tarthat ez a folyamat, mekkora lehet egyáltalán egy egészségesnek nevezhető munkanélküliségi ráta? Erről beszélgettem egy korábbi műsorunkban Hárs Ágnessel, a Kovintárki vezetett kutatójával. Most ennek a beszélgetésnek egy rövid kivonatát hallgathatják meg. Előtte azonban, ahogy ígértem, Lengyelné Varga Nóra Eurés szakértőt arról kérdezem, hogy a korábbiakhoz képest az erős frank miatt most jobban megéri-e dolgozni Svájcban. Gazdasági rádió. Vannak-e erre adatok, hogy átlagosan mennyit lehet Svájcban keresni a különböző féle szakmákban? Igazából pontos adatunk nincsen, amit most tudok mondani, jelenleg egy futótoborzási projektünk, hogy segítőket, illetve babysittereket keresnek Svájcba. A svájci partnerünkkel közösen végezzük ezt a toborzást, és itt ebben az esetben nettó 1500-1700 euró körül lehet keresni egy hónapban. Na most, ha a svájci szaknak az erősségét nézik, ez azt jelenti, hogy áprilishoz képest az árfolyam különbségnek köszönhetően több mint havi 100.000 forinttal tudnak keresni az, aki most jelentkezik, mint aki például tavasszal ment volna Svájcba. Valószínűleg igen, de ez a toborzás ez most zajlik, tehát ezt augusztus végén, szeptember elején. Hát igazából nem érzik ők azt itt a központi övrés kirendeltségen sem, hogy mennünk volna az érdeklődés Svájc irány. Hiszen, hogyha belegondolunk abban, hogyha külföldi munkavállalásról van szó, akkor mindig meg kell néznünk, hogy az adott országban a megélhetés költségei milyen magasak. És attól, hogy a svájci frank árfolyama a forinthoz képest erős, illetve erősödött sokat tavasz óta, attól még Svájcban a megélhetés az ugyanolyan drága, mint eddig volt. Tehát hiába keres valaki bármennyit is a svájci frankban, azt általában ugye a megjelentési költségeket kint kell neki biztosítania, és itt igazából arról van szó, hogy amit megtakarít, és azt utána átváltja a forintra, az többet jelenthet. Tehát igazándiból per pillanat ez a most munkávállóknak, vagy akár a kint dolgozóknak nem jelent többletet, csak akkor, hogyha Magyarországra hozzák ezt a pénzt. Természetesen, hát hogyha logikusan belegondolunk abban, hogy Svájcba dolgozik valaki, ott kell bérelnie egy lakást, egy apartment, ahol meg tud szállni, ahol aludni tud, étkezését kell finanszíroznia, egyéb olyan rezsiköltségeket, amik ugye a lakhatással kapcsolatosan felmerülnek, ezt mind ugye a keresetéből finanszírozza. Tehát tulajdonképpen itt a nyeresége abban látszik csak meg valakinek, most itt az árfolyam növekedés kapcsán, hogyha megtakarítását átváltja a magyar forintra. Egyébként a önök szervezetén keresztül milyen szakmákra szoktak még jelentkezni? Tehát a pályázatokon kívül milyen érdeklődés van? Svájcban jelentős a vendéglátóipar, ott azért elmondhatjuk, hogy elsősorban keletről nyugatra irányuló munkaerőáramlást lehet megfigyelni, tehát az osztrák vendéglátóipari szakemberek mennek Svájcba dolgozni, és az osztrákok helyét töltik be a magyarok. Ennek ellenére azonban van kereslet a magyar munkaerő irányba.